Fehér mezben a vendég Duna Bogdány, míg bordó szerelésben a hazai Tahitót falu futballistái láthatóak. Következzen tehát a mérkőzés. Bogdány az 5., Tahitót falu a 11. helyről várta ezt a találkozót. Ugyebár Tahitót falu helyzete nem túl rózsás, hiszen mind az 5 mérkőzését elveszítette a csapat. És Krejsz Bendegúz révén majdnem megvolt Duna Bogdány részéről a vezetés. Óriási helyzet volt mindjárt a mérkőzés előtt. Bendegúz előtt nem sikerült azonban Józsa Zoltánon áthámoznia magát, majd Kruzsinski. Csaba egy szabadrúgással vétette észre magát, azonban jócskán elkerülte Józsa kapuját, de Tahitót falu mind az 5 mérkőzését elveszítette eddig. Így itt volt a javítás lehetősége, de a vezetést Duna Bogdány szerezte meg, méghozzá 8. percben Ország Balázs találta hálóba, nagyszerűen oldotta meg Ország. Elvitte a labdát Józsa Zoltán mellett, majd az üres kapuba pofozta a labdát. 0-1 tehát. Hát nem kezdődik jól ez a mérkőzés sem Tahitót falu számára. Ennél csak jobb folytatás jöhet. Nézzük. A labda átvétel jó volt Nyúzó Istvántól, aztán egy kicsit belebonyolódott a labdába. Nagyszerű indítás volt egyébként Szí Krisztiántól. És ott van az egyenlítő gól. Nyúzó István a 15. percben egalizál. 1-1 tehát. Ez a mérkőzés már jobban folytatódik, mint az eddigiek, legalábbis Tahitót falui szempontból. Bár hogyha megnézzük a Szigetmonostor elleni mérkőzését a csapatnak, ott már 2-0-ra is vezetett Tahitót falu. A mérkőzést azonban mégis Szigetmonostor nyerte meg, miközben a gól ismétlését láthatják. Még egyszer. Hát itt nem a vezetés volt meg, hanem egyelőre csak az egyenlítés. Aztán egy Bogdányi helyzet. Molnár Balázs, a csapatkapitány, fejelt kapura. Szí Krisztián szabadrúgása után pedig megvan a vezetés Tahitót falunak. Szabó György a 29. percben befejeli a labdát a hálóba. Rudolf ezzel nem nagyon tudott mit kezdeni. Gyönyörűen le volt az fejelve a bal sarokba. Nézzük még egyszer. Remek a labda Szíjtől, és bizony annak a labdának ott volt a helye. Ezt nagyon kevés kapus érte volna el. Gábor megpróbálta lábbal, nem sikerült neki. 2-1 Tahitót falunak tehát. Krejsz Bendegúz lódul meg a labdával. Labdával és labda nélkül is nagyon-nagyon gyors. Ezt most már Hangyá Bence is tudja, aki a 43. percben csak szabálytalanul tudta megállítani Krejsz Bendegúzt. A játékvezető pedig teljesen jogosan felmutatja Hangyá Bencének a sárga lapot. Innentől tehát neki mindenképpen nagyon kell vigyáznia. Nézzük a szabadrúgást. Bonifert Tibor a labda mögött, hát ez egy gyengécske szabadrúgás volt. Józsa Zoltán pulzusa nem ettől szökött fel. És attól sem, hogy a játékvezető lefújta az első félidőt. 2-1 Tahitót falunak, tehát 45 percnyi játékot követően. Második félidő. Szí Krisztián szabadrúgása. Hát nem volt rossz elképzelés, a kivitelezésben azonban egy aprócska hiba csúszott, ugyanis nem volt benne elég erő. Rudolf Gábornak ez nem okozott túl nagy problémát, de rossz helyre sikerült a kidobása Rudolfnak, aztán pedig Szí Krisztián szabálytalanul tudják szerelni. Újabb szabadrúgás, méghozzá kísértetiesen hasonló szögből, mint az előző. Ez gyorsan elvégzi Szí! Hát, ezt nem erővel, hanem ésszel próbálta megoldani, de Rudolf ezt is lecsapta. Kruzsinski Csaba szabadrúgását figyelhetjük, jó kis szabadrúgás volt az bizony, a felső lécen csattant a labda. Fili Szent Lászlóról igazolt játékos tehát, újra bizonyította szabadrúgó tudását, miközben Rózsa László, így van, a csereként beállt Rózsa László kevergetett ott a 16-oson belül, hát majdnem sikerült gólt lőnie. Remek csiki-csuki, Szí, Krisztián és Ciferi Tamás között, és egy szabálytalanság. De nem 11-es, hiszen a játékvezető úgy látta, hogy ez a 16-oson kívül történt, a sárga lap azonban teljesen egyértelmű. Aki pedig kapta, az Bonifert Tibor. A 63. percben immár neki is vigyáznia kell, és hát védőként, védekező játékosként bizony nem könnyű egy sárga lappal futballozni, a szabadrúgásból pedig, ahogyan láthatták, nem lett semmi. Ez is egy jó átadás Ciferi felé. Ez egy gyenge kísérlet Ciferi Tamástól. A nagy öreg is pályán tehát, minden rutinjával megpróbál segíteni Tahitót falunak, hogy meglegyen az első győzelem, de legalább az első pontja a csapatnak ebben a szezonban.
Szíj Krisztián lódul meg a labdával, Ciferi felé az átadás. Kisodródik. Nem is kicsit Ciferi, de remek a kényszerítő. Át a lövés. Ezúttal is Ócskán elkerülte a kaput. Szíj Krisztián próbálkozott. Hát, tahitott falu irányít ezekben a percekben. Bogdánynak bizony össze kellene kapnia magát, hogyha itt pontokat szeretne szerezni Bán Tibor csapata. Szíj Krisztián újra, ez már egy kicsit veszélyesebb volt, mint az előző. De Rudolf Gábornak ehhez sem kellett hozzáérnie, hiszen elszágulott kapuja fölött a labda. Bonifer Tibor a szabadrúgással, Molnár Balázs. Ha jól látom, ő fejelt, ismételten otta. Így van, a 16-oson belül. Hát, viszonylag egyedül hagyták Balást, amit bizony nem kéne, hiszen ő nagyon-nagyon veszélyes a kapu előtt. Noha, nem elsődleges feladata a gólszerzés. Óriási lehetőség, és a kapufán csattan a labda. Bonifer Tibor lőtte rá. Aztán Kreisz Bendegúz is ott volt, a játékvezető azonban 11-est ítél. Rögvest meglátják, hogy miért. Kis Balázsnak ráadásul felmutat egy sárga lapot, viszont, hogyha megtekintik, hogy tulajdonképpen mi is történt, akkor önök is tudni fogják, hogy hát ez nem is annyira sárga, hanem sokkal inkább piros lap, ott van. Ni. Kis Balázsnak a kezén csattant a labda. Hát, itt nem volt szándékos, de ezért bizony ki lehetett volna állítani Kis Balázst. Bonifer Tibor pedig ezzel nem nagyon foglalkozott. 2-2-re módosította az állást büntetőből. 70. perc, tehát 20 perccel a találkozó vége előtt egalizál Duna Bogdány. Szíj Krisztián azonban továbbra is nagyon aktív, Ciferi Tamás előtt a lehetőséget. Ezt miért kellett leadni a Ciferinek? Rögtön a középkezdés után visszavehette volna a vezetést Tahitótfalu. Ezt nagyon csúnyán elszórakozta Ciferi. Pedig ha említettem ugyebár, hogy minden rutinjával segíteni próbál Tahinak, hát most az a rutin, az hol volt, kérdezhetnénk tőle. A lehető legrosszabb megoldást választotta. Szíj előtt ismét a labda. Marad a 2-2. Ezek már a találkozó ráadás percei. Schilling Bálint próbálkozott távolról. Jócskán fölé lőtt. Majd még egy Tahitótfalui lehetőség. Rudolf Gábor azonban ezt is védi lábbal. Ennyi volt a mérkőzés, nem volt ez egy rossz találkozó. Sokkal jobb volt, mint a Duna Bogdány Páty mérkőzés, ami ugye már 0-0-ra végződött. Tahitótfalu tehát megszerezte első pontjait, míg Duna Bogdány továbbra is veretlen. Tahitótfalu Duna Bogdány tehát 2-2.